Sziasztok! A mai témám igazságban élni. Mária vagyok, az Anamé programnak az egyik oktatója. Hogy mi az Anamé program, azt a film alatti elérhetőségből megtudhatjátok, nézzetek rá, nézzétek meg. És hogy amiről én beszélek, ezt nagyon fontos tudnotok, hogy nem mint szakember beszélek erről, hanem olyan valaki, aki megtapasztalta, végigjárt ezt az utat, és a saját tapasztalataimat szeretném megosztani veletek. Nagyon izgalmas ez a téma. Mi az, hogy igazság? Mi az, hogy igazságban élni? Ez a téma már nagyon foglalkoztatott engem gyerekkoromban is. Eléggé harcos voltam, és voltak is konfliktusaim ebből. És én nagyon sokat hallottam otthon anyukámtól, hogy hát édes kislányom, ne keresd az igazságot, mert az igazság az nem létezik. És hát a mai napig nem hagyott nyugodni ez a téma, és elég hosszú utat jártam be ezzel kapcsolatban, és hát ezt az utat szeretném úgy megosztani veletek, ennek a változását és a tanulságát. Hogy onnan indultam, most hol tartok, és mi az, ami segített nekem ezen az úton és a változásom. Hát először is én úgy gondoltam, hogy hát én tudom, hogy mi az igazság, és amit én gondolok, megérzek, az úgy van, az úgy helyes, az igazságban van. Az élet sokszor vissza is igazolta, és valóban úgy is történtek a dolgok, az események, a helyzetek. Ilyenkor nagyon boldog voltam és elégedett, és úgy éreztem, hogy igen, ez visszaigazolt az élet, hogy ez így van. De bizony volt olyan helyzet, és nem is ritkán, hogy hát nem úgy alakultak a dolgok, a kapcsolatok, nem úgy valósultak meg, ahogy én gondoltam, éreztem. És ilyenkor hát eléggé dühös, harcias, bosszus voltam, illetve visszahúzódtam. Nem tudom, hogy számotokra mennyire ismerősek ezek az érzések, vagy ti ezeket így hogy éltétek meg, de én nagyon hosszú időn keresztül hát így működtem, és ez volt a véleményem a világról, és hogyha nem volt igazam, és nem úgy történtek a dolgok, ahogy én elgondoltam, akkor nagyon tudtam haragudni, és nagyon elégedetlen voltam, és úgy gondoltam, hogy nagyon igazságtalan az élet. Aztán, ahogy így múltak az évek, évtizedek, és az élettapasztalatok, egyszerűen hát rákényszerítettek, vagy megérkeztem oda, hogy figyeljem meg, hogy nem biztos, hogy csak nekem van igazam, mert lehet, hogy a másik embernek is igaza van, lehet, hogy egy másik nézőpontból az teljesen rendben van, ahogy úgy ő gondolja. És ez már azért segített abban, hogy egy kicsit lenyugodjak, lecsillapodjak, és úgy érkezzem meg a jelen pillanatába, hogy ne abban az illúzióban legyek, amit én gondolok, hanem figyeljem meg, hogy mi az, ami ott a jelenben, abban a pillanatban van, és hogy legyek őszinte arra, és nyitott, és figyeljek arra, és fogadjam be azt, ami van. Hát ez egy nagyon nagy előrelépés volt nekem az életem során, és hát ez már úgy kezdett egy kicsit lenyugtatni, lecsillapítani ezt a harciasságomat, és igazságkeresésemet, mert hát kicsit megnyitott arra, hogy lehet, hogy a másiknak is, másik embernek is igaza van. Ezt majd természetesen egy saját tapasztalatomon és saját élethelyzetemen keresztül is majd ki fogom jobban fejteni, és akkor érthetőbb lesz. Ezt már ugye az Anamé program megismerése előtt igazából már eljutottam idáig, hogy legyek őszinte. Legyek őszinte arra, hogy mi az, ami van. Nekem egész életemben mindig nagyon fontos volt a biztonság, és nagyon féltem, hogyha nem éreztem meg ezt a biztonságot. És ezek miatt, a félelmek miatt én nagyon hosszú ideig benne maradtam egy olyan
párkapcsolatban, egy olyan házasságban, amiről nem akartam tudomást venni, hogy ez már túlhaladott, már boldogtalanok vagyunk mind a ketten ebben, és hogy hát tovább kellene lépni. Egyszerűen nem akartam észrevenni ennek az igazságát. De olyan erősen préselt az élet és a sors, hogy egyszerűen bele kellett állnom, és tudomásul kellett vennem, hogy ebben mind a ketten boldogtalanok vagyunk, és változtatni kell. Ezt nevezem én annak, hogy egyszerűen őszinte vagyok arra, ami van, és nem áltatom magam tovább azzal, hogy majd biztos megváltozik, majd lehet, hogy jobb lesz, meg majd könnyebb lesz, meg biztos én látom rosszul. És egyszerűen őszintén megérkezni abba, ami van, abba a helyzetbe, azokba az érzésekbe. Ez nálam egy hatalmas nagy változás volt, hogy először is ebbe beleállni. És ez e kapcsán, hogy ezt felvállaltam, beleálltam, változtattam is az élethelyzetemen, és ugyanakkor én mindig annyira féltem a biztonságtalanságtól, hogy kívül kerestem magamnak egy kapaszkodót, egy másik embert, akinek a segítségével úgy gondoltam, hogy majd együtt vagy vele ezt a biztonságot továbbra is meg tudom tartani, továbbra is élhetem. De ugyanakkor ugye itt is megint tapasztalni kellett, hogy én nem belül változtam, hanem kívül kerestem magamnak egy kapaszkodót, egy megoldást. És bizony egy pár év múlva megint rájöttem, és őszintén bevallottam magamnak, hogy változtatni kell, mert nem vagyunk megint boldogok, megint ugyanabba a helyzetbe kerültem, mint amiből kimenekültem, vagy amire a megoldást kerestem. Tehát ezt gondolom, vagy értem én az alatt, hogy mi az, hogy őszintének lenni arra bizonyos helyzetre, hogy az van, ami van. És hát az élet tovább préselt, hogy megoldjam ezt a területemet, hogy a biztonságomat ne kívülről keressem, hanem belül, magamban érezzem meg, és tovább préselt, és utána az őszinteség mellett fel kellett vállalnom azt is, hogy álljak bele abba, ami van. És nagyon-nagyon féltem, nagyon-nagyon rettegtem, de a félelmek ellenére olyan erős volt ez a prés, ez a nyomás, hogy beleálltam abba, ami van, és elkezdtem önállóan élni az életem, és azt mondtam, hogy igen, meg kell találnom egyedül azt az erőt, amivel saját magam meg tudom tapasztalni, érezni, és meg tudom magamnak teremteni a biztonságot. Egyébként maga ez a biztonság, ez a gyökércsakrához tartozik, és hát ez a területem sosem volt egy erős terület, és ezért ugye kívül kerestem a megoldást és a támaszokat. Úgyhogy én ezt a második lépésnek látom ebben a folyamatban, a változásom folyamatában, hogy beleálltam, vállalva azt, hogy bármi lesz a következménye, nagyon nagy félelmekkel, de beleálltam abba, ami van. És igaz, hogy félelmetes volt, de ugyanakkor felszabadító is. Éreztem, hogy ez így van igazságban, ezen az úton kell haladnom tovább, és hát lesz, ami lesz. Nagyon féltem, hogy esetleg nem fogom túlélni, de hát a jó hír, hogy igen, és sikerült. És el tudtam érkezni, most én ezt egy harmadik pontnak nevezném, vagy egy harmadik lépésnek, hogy az élet ismét olyan helyzet elé hozott, és megint megkérdezi tőlem, hogy valóban erőse már ez a területem, és valóban megérkeztem ide, mert most megint egy olyan élethelyzetbe kerültem, hogy hát ez a biztonság kérdése, ez megint fel van téve számomra, hogy érzem most magam ebben, és hát azt merem már így mondani és kijelenteni, hogy megint a biztonság terén vannak feladatok,
nincs annyira külső kapaszkodó, sem személyben, sem anyagi tárgyakban, vagy anyagi helyzetben. És most így őszintén belemegyek, hogy abba, ami van, amit most tapasztalok, azt veszem észre, hogy nem jelentkezik már félelem. Tehát valami olyan stabilitást érzek, vagy nem is, hogy stabilitást, hanem bizalmat, hitet. Nem rángatnak azok a félelmek, amik még az előző változásos időszakokban, vagy változások időszakában nagyon megrángatott. Én ezt egy csodálatos dolognak érzem, és van egy bizalmam, hogy úgyis meg fog oldódni, és ez a bizalom nem egy pozitív gondolkodásból adódik, nem egy elképzelésből, hanem ez egy olyan belső érzés és stabilitás, amit még soha eddig életemben nem éreztem. Tehát igazából én azt tudom így megfogalmazni ezek után, a tapasztalatok után, hogy őszinte vagyok arra, ami van. Nem tagadom le, nem nyomom el, nem, egyszerűen őszinte vagyok. Ez van, ez a helyzet. Nem akarok elmenekülni előle. A másik pedig, hogy miután így őszinte vagyok erre a helyzetre, az élethelyzetre, beleállok. Beleállok és vállalom, hogy lesz a követ, nem látom, hogy fog alakulni, de mégis van bátorságom beleállni, nem kapcsolódik már hozzá félelem. És ez egy annyira felszabadító érzés, hogy a félelem helyett, vagy akár a vágyódás helyett egy egész más érzés jelenik meg, és ez az érzés a kíváncsiság, a játékosság, hogy vajon hogy fog ez alakulni. És ez olyan élő, ebben egész más érzés van, és én ezt nevezem most, vagy ezt tudom így megfogalmazni számomra, hogy igazságban lenni. És nem tudom, hogy ez most így számotokra így mennyire volt érthető, vagy világos, de érzés szintjén nagyon felszabadító, örömteli, és ez a kíváncsiság érkezik meg, hogy vajon hogy fog alakulni a félelmek helyett, és ez egy más minőségű életet ad. És hogy tudtam idáig eljutni, mi segített nekem ebben, az Anami program. 9 éve kezdtem el ezt a programot, először mint gyakorló, és most már 4. éve mint oktató, de folyamatosan napi szinten gyakorlok, és nem ott csak gyakorlok, hanem használom az egyéb eszközöket is. Nagyon sok segítség van abban, hogy tudjuk ezeket a gátakat, ezeket a félelmeket, amik visszafognak attól, hogy őszinték legyünk, visszafognak attól, hogy beleálljunk az életbe, visszafognak attól, hogy örömteli és felszabadult életet éljünk, ezek a blokkok, ezek a félelmek, vagy akár függőségek, vagy vágyódások, ezek mind megakadályozzák abban, hogy tényleg úgy tudjuk élni az életünket ezzel a felszabadultsággal. Na most az Anami program segített abban, hogy ezek leoldódjanak, és tényleg szabaduljon az ember ezeknek a blokkoknak, vagy visszafogó tényezőknek a fogságából. És a gyakorláson kívül, vagy a gyakorlások mellett vannak még nagyon-nagyon fantasztikus eszközeink, amik segítenek, hogy ezektől a nehézségektől megszabaduljunk. És most nektek itt a torok csakra kristályokat tudom mutatni, a tisztító és a töltő kristályokat, illetve megmutatnám még, hogy kimondottan a torok csakrára van CD-nk, és van vízünk is, ami szintén úgy vannak behangolva, hogy segítség a torok csakrának a egyensúlyba jutását, a jó működését. És hogy miért mondom, miért mutatom, és miért pont a torok csakrát mutatom, mert csakra szintjén a
az igazságban lenni, ez a torokcsatrához tartozik. És ha így csak fizikai szinten végignézzük a testet, láthatjuk, hogy hát a torokcsakra azért elég magasan fent van már, és minden csakrához valami életterület is tartozik, és ahhoz, hogy ide a torokcsakrához megérkezzünk, hát bizony ezeket a többi csakrákat is végig kell járnunk, kitisztítani, egyensúlyba hozni, és hogy érthetőbb legyen, akkor inkább úgy mondanám, hogy nem csakrákat, hanem életterületeket. Mert minden csakrához tartozik életterület. És ahhoz, hogy ide a torokcsakrához megérkezzünk, igen, már meg kell dolgoznunk, és jó állapotban kell lenni a gyökércsakránknak, ami a biztonságról szól, és itt lenni két lábon a világban, a földön, az erő, a stabilitás. Igen, már jó állapotban kell lennünk a kapcsolatok terén, akár párkapcsolat, akár a többi emberek terén, hogy tudjuk élvezni az életet, jó állapotban kell lenni a köldökcsakránknak, hogy ki tudjunk állni magunkért, határainkat meghúzni, stabilitással, erővel rendelkezni, és bizony már jó állapotban kell lennünk a szívcsakránknak is. Hát ami a szeretetről, az elfogadásról, a befogadásról szól, és ugyanakkor erőt és stabilitást ad. És utána következik, és érkezünk meg ide a torokcsakrához. Tehát igazából én is itt a 9 év alatt már végig jártam ezt az utat, hogy itt az egyéb területek is jó állapotba kerüljenek. És hát nagyon ajánlom nektek is, hogyha szeretnétek megérezni ezt, hogy tényleg mit jelent, hogy igazságban élni, amikor az ember őszinte tud lenni a helyzetre, őszinte tud lenni magára, az érzéseire, és belemer állni abban a helyzetbe, és amikor beleáll, már nem a félelmek irányítják, hanem az izgalom, a kíváncsiság, akkor egészen egy más minőségű élet tud megnyílni az ember számára. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Én nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy ti hogy látjátok, mi a ti tapasztalatotok, hol vagy hol tartotok most az életben, és nagy örömmel venném, vagy veszem, hogyha megosztjátok a ti saját tapasztalataitokat és meglátásaitokat ezzel kapcsolatban, hogy számotokra mit jelent az, hogy igazságban élni. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, hogy itt voltatok velem, és ha felkeltette ez a téma az érdeklődéseteket, akkor nagyon nagy szeretettel várunk benneteket a központjainkban. Sziasztok! Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattatok.